2012-ben indultunk, de az egy kicsit régebbre datálódik. 2005-ben kerültem én az apátsági pincészethez azért, hogy megtanuljam a szakmát. Ott dolgoztam 6,5 évet, közben egy fél évet dolgoztam a Konyáriéknál, a Lellei pincében, még 2007-es születet ott csináltam. És aztán közben ugye 2007-től kezdtünk területeket vásárolni, 10-ben eltelepítettük az első szőlőt, ami 12-ben termőre fordult. És tulajdonképpen 2012. január 31-én eljöttem az apátságtól, és azóta a sajátunkat építgetjük, kizárólag palackos borokba gondolkodtunk, és ezt tartottuk is még a Covid alatti időszakban is, ami egy nagyon nehéz időszak volt, mivel gasztróba értékesítünk elsősorban. Jelen pillanatban egy 80-90 ezer palack az éves eladásunk, és megtartottuk azt, hogy kizárólag 0,75-ösbe. A Rajnai Rieslingről egy kicsit, hogy én hogy kerültem a Rajnai Rieslinghez ilyen közel. Nekem nagyon nagy öröm volt, amikor apa eltelepítette az első 3 hektár szőlőnket, és ugye abban is már 1 hektár Rajnai Riesling volt. Most egy nagyon jó Rajnai Rieslinget, egy német Rajnai Rieslinget a Dr. Lózenéktől, amire azt mondtam, hogy én ilyet szeretnék készíteni, hogyha ha van rá mód, ezt nagyon jól lenne megtanulni, mert azt gondolom, hogy itthon ez nem egy megszokott stílus, és nem sokan készítenek ilyet. 10 hektár saját terület, még egy 4-5 hektárról vásárolunk föl szőlőt, 15 hektár dolgozunk föl. Egészen a könnyű illatos fehérektől a testes vörösökig megy a paletta. Szeretnénk növekedni területben is, palackszámban is, mivel mind a két gyermek ezzel foglalkozik a családban, bár a lányom külföldön, de én azt gondolom, hogy mindenképpen szükség lesz az ő tudására és az ő kapcsolataira a külföldi borértékesítésben. Barnabás az nagyon jól bedolgozta magát a cégnél. Komoly sarokpontja ennek az egész vállalkozásnak, mint második generáció. Nagyon sok mindenben részt vesz az értékesítéstől elkezdve a marketingen keresztül, legfőképpen a szakmai munkában. A szőlő teljes egészében hozzátartozik. Nyilván az én kontrollom alatt valamilyen szinten, de azért egyre kevésbé, egyre inkább tudja, hogy mit, hogyan és mik az elvárások. De a pincében sem veszik el, ugye ő fél évet volt Németországban a Dr. Lozen pincészetében. Szakmai gyakorlaton a főborász mellett nagyon sok ötletet hozott haza, ugye ennek az egyik vágánya lett a Rajnai Riesling sorozatunk. Volt lehetőségem kikerülni a Lozenékhoz egy bő fél éves gyakorlatra, ahol eltanulhattam egy-két apró ilyen mesterfogást a mózeli borkészítésről és az ottani struktúráról, hogy épül fel a Rajnai Riesling, mind szőlő, mind bor tekintetében náluk, hogy gondolkodnak mindenről. És egy átfogó képet kaptam így az egész borászati életről ott tulajdonképpen, és amikor hazajöttem onnan 2015-ről 16-ra voltam kéne egy szüretet, és 16-ban, amikor hazajöttem, akkor készült el az első saját borom, ugye, ami most már Secundus néven. A Secundus így került bele a Rajnai Riesling sorba, hogy megkapta ezt a sorszámot. Tulajdonképpen ezért is lett az egész Rajnai Riesling sor létrehozva, hogy ami volt egymás mellett több Rajnaink, ugye akkor a Secundusunk volt, a Quartusunk és a Sextusunk, és az összes többi az itt szépen lassan jött hozzá mindig. És ami még egy nagyon érdekes volt, hogy ott már maradékcukorról is nagyon sokat dolgoztak, így kaptam én is ihletet a maradékcukros Rajnai Rieslingekhez. Én először is szerettem volna már egy magasabb maradékcukorral dolgozni, akár ilyen 30-40 grammal, de nem voltunk hozzá elég bátrak, hiszen mi is ismeretlenek voltunk, kis pince voltunk, és nem szerettünk volna túlságosan ilyen elvakult irányba elmenni. Úgyhogy Barnes Riesling az 12 gramm maradékcukorral született meg, és azóta is azzal működik. Viszont jött most már mellé a Primus, ami feleségem egy területéről készül, Pázmántfaluról. Ott már azért kicsit vadabbak voltunk, ott már 35 g a maradék cukor, és egy nagyon jó savszerkezet van mellé, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen egy izgalmas tétel. És ami egy kicsit más vonal még nekem Riesling tekintetében, szintén német tapasztalatból, nagyon sok bor készült spontán a Lózenéknál, spontán erjesztéssel. És én is azt gondoltam, hogy ezt mindenképpen ki kéne próbálni itthon. Így került be a palettánkra a Septimus, ami spontán részlet és 1 évet van hordóban, az Octavus, ami spontán részlet és 2 évet van hordóban saját seprőjével.